Nem született döntés tegnap az Európai Unió 7 éves költségvetéséről és a koronavírus járvány okozta károk helyreállítását célzó alapról. Magyarország és Lengyelország ugyanis nem egyezett bele abba, hogy az uniós finanszírozást a jogállamisághoz kössék. Az uniós tagországok állandó képviseleteinek a vezetői hétfőn tanácskoztak az unió 2021 és 2027 közötti költségvetéséről, illetve az úgynevezett helyreállítási alapról, amely a járvány okozta pénzügyi nehézségeket lett volna hivatott orvosolni. Magyarország és Lengyelország azonban megvétózta a kezdeményezést, mert az a jogállamisági feltételekhez kötötte volna a pénz kiutalását. A költségvetésről csütörtökön tárgyalnak ismét. Winter Gyula LMDSZ-SEP képviselő szerint addig meg kell találni azokat a feltételeket, amelyeket minden egyes tagállam támogatni tud. Ha ez nem történik meg csütörtökön, akkor veszélyben van az Európai Uniós költségvetés, amelynek január 1-én kell kezdődnie, a 2021-től 27-ig terjedő költségvetésnek, de veszélybe kerül a helyreállítási alap is, az a 750 milliárd euró értékű kölcsön, amelyet az Európai Unió a válságból való kilábalás érdekében vesz fel. Nyilván, hogy az Európai Uniónak a soros német elnöksége nehéz helyzetben van, az ő feladata tudniillik az, hogy kialakítsa a konszenzust. Magyarországon az ellenzék hevesen bírálta a Fidesz többségű kormány döntését. Az LMP szerint az uniós költségvetés megvétózása történelmi bűn lenne. A Momentum mozgalom politikusai szerint Orbán úgy döntött, ha nem lehet övék az uniós pénz, ne legyen Magyarországé sem. Karácsonyi Zsigmond újságíró szerint az Orbán kormány nem tehetett mást, mint amit tett. Én is furcsálom, hogy jogállami kérdéseket nem teljesítő országokkal szemben gazdasági szankciókat alkalmaz az Unió. Ezt egy kicsit úgy érzem, mint a családba, hogyha a gyerek valamit nem teljesít, akkor nem kap ebédet. A kettőt nem lehet összekötni. Valóban nagyon fontosak az uniós értékek, a demokratikus értékek, de talán nem a költségvetés megszorításokkal kell kieszközölni, hogy hogyan működjön valamelyik tagállam. Manfred Weber, az Európai Néppárt EP frakcióvezetője a német köztévének adott interjúban azt mondta, súlyos válságba sodorná az Európai Uniót, ha ellehetetlenülne a közösség működésének finanszírozása. Ha Magyarország és Lengyelország komolyan hajlandó blokkolni az EU teljes finanszírozását és a koronavírus válságból való kiemelkedést szolgáló szolidaritási elemet is, csupán azért, mert önző módon kizárólag a nemzeti érdekeiket követik, akkor az EU súlyos válságba kerül, fogalmazott. Katarina Balli, a német szociáldemokrata párt politikusa pedig úy vélte, most bosszulja meg magát, hogy kesztyűs kézzel bánt a lengyel és a magyar kormánnyal az Európai Bizottság, az Európai Tanács és mindenek előtt a konzervatív pártcsalád, amelynek még mindig tagja Orbán Viktor Fidesze. Az uniós költségvetést nem többségi szavazattal fogadják el, egyhangú határozatra van szükség. Szakértők szerint ezért, ha a politikai csatározások mentén is, de valamilyen konszenzus kialakul majd a tagállamok között.